Sziasztok, az M3 Autóparkból jelentkezünk, és kellene egy segítség nekem, aki elkészíti ezt a videót velem. Szia Peti, te? Nem? Feri? Te sem? Nem teszi fel senki a kezét. Ha, opá, itt a jelentkezőnk, Concerto, szervusz, kérlek szépen, ő fog nekünk segíteni ezek szerint, és ő megmutatja azt, hogy miért érdemes megvenni ezt a Honda Jazz-t. Kezdjük rögtön a legfontosabb részével, mégpedig lenne azzal, hogy az autónknak végigvezetett szervizkönyvben, amit itt együtt közösen ugye át is néztünk, tehát rendesen végigvitték, ahogy azt rendbe kell, hogy legyen. Az autónkban 5-ös váltó, manuális klíma, egy gyári CD óránk van, aztán van itt egy jó kis szervokormány, ez egy légzsákos, ugye itt látjuk az SRS feliratot, ahogy ott a jobb kéz felén is ugye látjuk ezt a dolgot. Az órásunk a 158.848, mindkét gyári kulcsa ugye megvan az autónak, és meg is próbáljuk még egyszer ezt újra beindítani. Ott jobb fölül látjuk, hogy ABS, és azt is, hogy ugye a légzsáklámpánk, de ugye minden kialszik, és minden rendben van vele, úgyhogy ezt nyugodtan merjük ajánlani mindenkinek. Na, a fiúkkal, ahogy körülnéztünk, láttuk ugye, hogy van itt elektromos tükör, jobbra-balra, és elektromosan állítható ugye a fényszóró magasságunk is, úgy, ahogy mondjuk lehet állítgatni ugye az ablakainkat elektromosan leföl, természetesen állíthatóak az üléseink, azaz itt látjuk, hogy lehet állítani, és azt is látjuk, hogy minden rendben van vele, és szép az ülése. Állítható magasságú a kormányunk is, és akkor nézzünk bele ide hátra, itt azért minden csak szerényebb, természetesen itt is minden szép, van fejtámlánk, és ezzel a kis bal kezünkkel például le tudjuk tekerni ezt az ablakot. Nagyon fontos elmondanunk, hogy ez egy kék színű autó, ami így látszik természetesen, és az is látszik, hogy teljesen rendben van mindkét oldala, viszont ez nem látszik, ezt itt Concerto már is segít nekem benne, köszönöm szépen, 2016 és novemberig van műszaki vizsgája. És ha kinyitjuk az autó hátulját, itt látjuk, megvannak az eredeti kis csomagolásában a kötelező dolgok, amiket így érdemes magunkkal hordanunk menet közben, hogyha valami történne, de ne történjen ugye. És akkor nézzük meg itt előről is még ezt a szerkezetet, ugye ez egy 1.2-es benzinmotor duruzsol benne, ami 78 lóerő. Én szerintem el is köszönnék, remélem ez megtetszett önöknek, és eljönnek hozzánk minél hamarabb. Itt az M3 autóparkban megtalálnak minket, úgyhogy köszönjük szépen a viszontlátásra!